Tisztelt Országgyűlés, megadom a szót Harangozó Tamás képviselőnek, az MSZP képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsolj! Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés, államtitkár úr! Az expozé általában, nem általában, az expozék a parlamentben arra valóak elsősorban, hogy az előterjesztő részletesen elmondja, hogy mi van egy törvényjavaslatban, és ezt csak azért teszem szóvá, mert picit lakonikusra sikerült szerintem ahhoz képest az ön expozéja, hogy egy 20 törvényből álló saláta törvényt tárgyalunk ma. Ez nem személyeskedés, félre ne értse, de én most csak azokra fogok reagálni, ami megítélésünk szerint akár pozitív, akár negatív értelemben külön magyarázatra vagy kommentre szorul. Azt gondolom, hogy a kormánynak lenne dolga itt a parlamentben, hogy egy ilyen nagyon átfogó és nagyon nagy törvényjavaslatot egy picit részletesebben ismertessen. Az első és legfontosabb pont, és a terjedelem tekintetében is az egyik leghosszabb rész, ez a Frontex rendeletnek a magyarországi elvarása, ami nem más, tisztelt képviselőtársaim, mint egy beismerő vallomás. És bár nem a belügyminisztérium volt az, amelyik az elmúlt években össze-vissza beszélt, vagy konkrétan hazudozott arról, hogy az Európai Unió hogyan is áll ehhez a kérdéshez, és milyen erőfeszítéseket tesz a külső határok védelmére, de azért ennek a kormánynak vannak olyan erre szakosodott szervei, akik ontják magukból ezeket a, hogy is szokták most elmondani? Félretájékoztatás? Álhíreket, igen. Fake news, igen, álhíreket. Szóval ez a szabály pontosan arról szól, hogy az Európai Unió, bár a maga kicsit lassabb módján, nyilván ennyi tagállammal és ennyi sok-sok 100 millió ember közös életét szervezve egy picit lassabban, de abban az irányban menetel, hogy az Európai Unió külső határait élőerővel és technikával is megvédje. Ez a javaslat arról szól, hogy az Európai Unió, az Unió külső határain, az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökségen keresztül konkrétan határőrökkel és egyébként megnövekedett technikai eszközökkel akár a magyar határon is védjék az Unió külső határát. Ez a javaslat konkrétan arról szól, hogy ez majd Magyarországon majd hogyan fog működni, kinek kell engedélyeznie, milyen módon kell ezt kérni ezeket az erőket, és az egész pontosan azt mutatja, hogy az a politikai üzenet, ami arról szól, hogy az Unió bevándorlás pártján áll pont, és egyébként nem akarja megvédeni a határait, ez egyszerűen nem igaz. Egyébként abszolút támogatható maga a javaslat is, az, hogy a magyar kormány, legalábbis azon belül a belügyminisztérium ezt fölismeri, hogy ez milyen fontos, hogy az Unió fog közös segítséget adni, akár a magyar határ védelméhez is. Valószínűleg azért, mert önök, ha valakik, önök pontosan tudják, hogy egyszerűen fenntarthatatlan a mai állomány létszáma, létszám hiánya mellett, mind a honvédség, mind a rendvédelem területén, hogy folyamatos levezénylésékkel tartják, vagy próbálják tartani a frontot lent a déli határ szakaszon. Nem megy. Azért sem megy, mert máshonnan hiányoznak ezek az emberek. Azért sem megy, mert egyébként a határvadász századok, amit belengedtek 3000 új rendőrrel, a leszereléseknek, meg minden másnak köszönhetően nem tudják biztosítani az állandó létszámot lent a határon. Folyamatosan vezénylik le az embereket. Elsősorban egyébként a honvédség kötelékében is ez egyre nagyobb problémát jelent, főleg, hogy most a vírusjárvány miatt számtalan más rendkívül feladatot kell és kéne ellátnia mind a két fegyveres, illetve rendvédelmi szervnek. Ezért aztán jó dolog és nagyon fontos segítség tud lenni, hogyha egyébként a koncepciónak megfelelően olyan országok rendőrei, határőrei, akiket a külső határvédelem elsősorban nem érint, azok például be tudnak segíteni akár itt a magyar határon is. És természetesen ennek a javaslatnak a másik része a visszaküldési műveletekre való nagyobb hangsúly fektetése, és ennek az eljárásának az elrendezése Magyarországon is, ami pedig a irreguláris vagy illegális bevándorlás tekintetében az egyik legfontosabb eszköz, hiszen akinek nincs joga belépni az Európai Unióba, azokkal valamit nyilvánvalóan kezdeni kell, és leginkább vissza kell tudni őket juttatni a saját hazájukba,
saját kibocsátó országukba, amire Magyarország egymagában eszköztelen. Ezt is önök is pontosan tudják. Elfogadhatatlan a javaslat azon része, ami a minimális vagyonvédelmi szolgáltatási rezsiódi évenkénti megállapításának a kötelezettségét eltörli. Nem is értjük pontosan, hogy erre miért van szükség. Ezt így kérdezném államtitkár úrtól, hogy ennek mi az oka. Mert hogy mi a következménye, azt nagyjából józan paraszti észre ki lehet számolni. A következménye az tud lenni, hogy akár éveken keresztül ez a kötelező rezsióradi befagyasztásra kerül, és szépen csöndben akár 3, 5, 8, akárhány évig, hát nézzék meg, hogy akár a rendészeti illetmény alappal, vagy éppen a minimál nyugdíjjal mit művel a kormány most már 10-valahány éve, akár egy évtizedre el lehet felejteni ennek a szektornak a rezsióradi rendezését. Ha nem ez a szándék, akkor viszont legyen kedves valami érvet mondani, hogy miért nincs a miniszternek évente 10 perce arra, hogy ezt a munkát elvégezze, hogy megállapítsa. Nyilvánvalóan elsősorban azzal a szándékkal, hogy a minimálbér, az átlagbér, a szektorban lévő folyamatok figyelembe vételével évente ezeket a rezsióradíjakat meg lehessen állapítani. Ez az egész intézmény azért jött létre, amennyire én jól emlékszem, és ebben volt közös munkánk is, mert egyszer rabszolga tartó körülmények vannak ebben a szektorban, államtitkár úr. És ez ellen a kormány is igyekezett az elmúlt időszakban néhány lépést tenni, például ezt. Most miért gyakorlatilag ölik meg ezt az intézményt ezzel a lépéssel? Ha erre tud válaszolni, azt nagyon örömmel venném, hiszen itt 70-100 000 emberről, 70-100 000 család életéről és sorsáról beszélünk, köztük egyébként nagyon sok volt belügyi és rendvédelmi kollégára. A hivatásos állomány ideiglenes átrendelésére jelenleg biztosított 30 napos maximális időtartam 30 nappal történő meghosszabbításai számunkra elfogadhatatlan, főleg úgy, hogy nem látjuk ennek az indokát, és ezt is szeretném kérni államtitkár úrtól, hogy legyen kedves megmondani, hogy miért van erre szükség. Tehát ez a 30 napos átrendelés sem piskóta, az emberek életébe biztos nem az, mármint akiket átrendelnek, de hogy ezt még 30 nappal meg kell hosszabbítani, ennek mi az indoka? Ha az az indoka, amit sejtünk és gondolunk, amit az előbb is elmondtam, hogy elképesztő létszám hiány van továbbra is a rendvédelem területén, és nyilvánvalóan a vírusjárvány miatt is elképesztő plusz terhek is jelentkeznek, akkor szeretném önnek mondani, hogy még kevésbé támogatható ez törvényi szinten. Ez nem mehet így tovább, államtitkár úr. Nem lehet a honvédelem meg a rendvédelem területén folyamatosan a szolgálati törvényeket módosítgatni, hogy még több terhet, még több terhet, még több terhet rakunk az emberekre, még több jogot, még több lehetőséget, meg még több juttatást veszünk el tőlük, aztán valahogy majd kihúzzuk, gondolom, a választásokig, vagy nem tudom meddig. Muszáj lenne konstrukcióban olyan szabályokat hozni, ami például a leszerelési hullámot, a pálya elhagyást megakadályozza. Hát azzal borzolják a kedélyeket a közvéleményben is, megjelent hírként is, és tényleg egyébként hozzánk is megérkezett ilyen kérés, hogy a rendőrök egy jó része a munkakörülmények és a tartatlan állapotok miatt le akarnak szerelni most, azonnal, elegük volt. És nyilvánvalóan a veszélyhelyzet kihirdetése miatt ezt nem tehetik meg. És sokan azon gondolkoznak, hogy hogyan lehet ezt megoldani, és ahogy a hírekben is megjelent, jelentkeztek különböző pártokba a párttagnak, mert az kizárja a törvény a rendvédelmi szolgálati jogviszonyt. Ami nem jó. És természetesen mi sem mondtunk, vagy legalábbis mi nem mondtunk mást rá, mint hogy törvénytelenségbe semmilyen módon politikai párt nem vehet részt, még akkor sem, ha megértjük az ő problémájukat. Na de a jelenséget tessék már észrevenni, államtitkár úr. Tehát az biztos, hogy nem az a megoldás, hogy akkor még 30 nappal meghosszabbíthatom az ő átrendelésüket. Hanem az lenne a megoldás, hogy normális bérrendezés van, normális munkakörülmények vannak, kiszámítható életpálya van, és például óriási dolog lenne az állománynak, és biztos, hogy még többet, vagy legalábbis jobb kedvel vinnének a hátukon ezek az emberek, ha azt a szolgálati nyugdíjrendszert végre visszakapnák, nem azt, ami volt, de valamilyen szolgálati nyugdíjrendszert végre visszakapnának a jelenleg aktív állományban lévő kis, nem beszélve a lekádár huszározott volt előjáróikról, vezetőikről, kollégáikról. A hivatásos
állomány utatásait meghatározó életmény tábláknak a törvényben való mellékletként való elhelyezése garanciális kérdés. Hát még egyszer, itt 100 000-es nagyságrendű munkavállalóról, sőt, hát annál kicsit több, hiszen ők esküt tesznek, és életüket és testi épségüket veszélyeztetve végzik a szolgálatukat, emberekről beszélünk, az egy minimális garancia, hogy az ő bértáblájuk törvény mellékleteként legyen, és ne legyen semmilyen miniszternek, vagy akár más vezetőnek a kénye kedvére bízva ennek a módosítása, mondjuk egy jó éjszakai 11 órás kiadott miniszteri rendelettel. Ezért nem tudjuk támogatni azt, hogy a tisztjelöltek ösztöndíját meghatározó törvényi rendelkezés kerüljön ki a törvényből, és kerüljön miniszteri rendeleti hatáskörbe. Én azt gondolom, hogy jó érzéssel ezt a kormánypárti képviselők sem támogathatják. Ha szükség van az emelésre, remélem, hogy azért van ez a megoldás, és nem azért, mert csökkenteni akarják az ösztöndíjakat, hozzák a parlament elé, szerintem 100%-os döntéssel fogja a Magyarországgyűlés bármikor ezt a szabályt meghozni. Ugyanakkor valóban el kell ismerni, van számos előremutató intézkedés, javaslat is ebben a törvényjavaslatban. Az állomány részére is előnyös egy bizonyos részüknek, például a börtönlelkészek rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyára speciális rendelkezések meghatározása, vagy éppen a riaszosoknak alá tartozó 50 év felettiek pótszabadsága, vagy nyugdíjba helyezésükről történő, utáni történő, velük való történő személyes szociális gondoskodásnak a megteremtése, ezek mind támogathatóak kifejezetten. Fontos paradigmaváltás lehet a büntetés végrehajtást érintően, hogy a büntetés végrehajtási szervezet ellátási kötelezettsége a jövőben nem csak a költségvetési szervek, hanem az állami többségi befolyás alatt álló gazdasági társaságokra is kiterjed. Mondjuk egy jó kérdés az, hogy ez ki fogja állni az unió jogi környezetének próbáját, meg egy másik nagy kérdés lesz, hogy egyébként pontosan mire gondolt a költő, amikor ezt a javaslatot az asztalra letette, tehát melyik állami cégek ellátásában, milyen volumenben, hogyan kíván a büntetés végrehajtást részt venni, és fogja-e bírni, és képes lesz-e megfelelő módon ellátni a feladatát. És még egy nagyon fontos kérdés van, hogy reméljük nem olyan megoldást fognak keresni, mint amit egyébként már például az egyenruha előállítása tekintetében láttunk, hogy papíron a büntetés végrehajtás kezei közül jönnek ki az új egyenruhák. Gyakorlatilag pontosan tudjuk, hiszen megvan a nyoma, ez nem eltüntethető, hogy külső cégeknél csinálják a ruha összeállítás legfontosabb mozdulatait, mert a BV erre képtelen, majd a végén BV belső ellátási termékként számolnak el. Egyébként nem kevés, vagy hát nem, pont, hogy nem sok embernek, nem kevés pénzt és megrendelést és bizniszt juttatva. Ez biztos, hogy nem a büntetés végrehajtás érdeke, reméljük, hogy ez jelen esetben nem így lesz. Meglehetősen szigorúnak tűnik az a rendelkezés, ami a harmadik országbeli állampolgárok munkaviszonya megszűnésének bejelentése esetén kizárja a tartózkodási engedélyek meghosszabbítását. Ha ezt a magyar piac így jónak látja, önök tudják, nem biztos, hogy jelen esetben ez biztosan működni fog, de ebben mi nem kívánunk állást foglalni. Kifejezetten figyelemre méltó rendelkezés, ami hatályon kívül helyezi azt a rendelkezést, miszerint tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben a menekültügyi feladatokat szolgáló beruházásokra, beszerzésekre nem kell majd alkalmazni, vagy nem kellett eddig alkalmazni a közbeszerzési törvényt. Engedjék meg, hogy itt az indoklást is felolvassam, mert szerintem nagyon bájos. Azt írja a törvényjavaslat, hogy idézem, a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarországon 2015. szeptember 15 óta áll fenn. Az előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség már nem áll fenn, így a szabályozást nem indokolt fenntartani. Ebben teljesen igazuk van, mint egyetlen kérdés van ilyenkor persze csak az, hogy akkor maga a rendkívüli helyzet fennállását mi indokolja, hogyha önök szerint sem indokolt már. És végezetül a legfontosabb kérdés, Molnár Zsolt képviselőtársunk benyújtott egy saját javaslatot a engedély nélküli járművezetés
elleni fellépés hatékonyabbá tételéről. Ezt a Fidesz leszavazta. Most annak örülünk, hogy ebbe a törvényjavaslatba egy családatörvénybe visszaköszön, ha nem is teljesen ugyanaz a javaslat, de tartalmában szinte teljesen megegyezik. Az a helyzet, hogy ebben az ügyben a közvéleményt nem véletlenül hergelő helyzetek álltak elő, és azt gondoljuk, hogy ez a szabályozás elengedhetetlen, és mindenféleképpen támogatandó, hogy az elfogadásra kerüljön. Egy percet kérek, ugye 15 percem volt. Egy percet kérek, elnök úr, összességében azt tudom mondani, és majd még hozzászólok, államtitkár úr, hogy számos jó pont van ebben a törvényjavaslatban. Három olyan biztosan, amit nagyon szívesen meg is szavaznak. Benyújtunk majd módosító javaslatokat, hogyha az állományt, illetve a magánbiztonsági szektort negatívan érintő néhány pontot hajlandó a belügyminisztérium kivenni, akkor mi ezt a törvényt akár meg is szavazzuk, majd folytatom még később. Köszönöm szépen a lehetőséget.